Üdvözöllek benneteket, kedves gyerekek! Mészei Adél meséje következik most. Az első út egyedül. Sünsimi egy derengő fényű koranyári hajnalon született. Olyan csupasz és sima volt újszülött korában, hogy anyja a Simi nevet adta neki. Siminek azonban, mint minden valamire való sünnek, már élete első napjában előbújtak fehér tüskéi. Szépen növekedett, és hamarosan ő lett a legügyesebb a süngyerekek közül. Sok gyakorlással az összegömbölyödést is kezdte megtanulni. Esténként már elkísérhette mamát vadászni, de egyedül még nem merészkedett volna messzire a gondosan bélelt családi fészekből. Sünsimi egy este ezzel a kéréssel állt mamája elé. Mama, engedj el kérlek ma este egyedül. Hadd hozzak én vacsorát. Te már úgyis olyan sokat dolgoztál, és biztosan fáradt vagy. Na nem bánom, hiszen te vagy a legügyesebb összegömbölyödő kis süni. De... azért légy óvatos, kisfiam, aggályoskodott sünmama, majd így folytatta csemetéje okítását. Na, jól jegyezd meg, hogy tüskéid nem védelmeznek meg minden ellenségtől. Az uhu karmai közül nincs menekvés, mert hogy csőre kemény és érzéketlen még a te pompás tüskéidre is. És ne menj túl messzire, és a rókától is őrészkedj, mert vízbe hengeríthet a cselszövő, és akkor véged? Jó, majd a bokrok közé rejtőzködöm, ha mégis szembe jönne velem az a lompos farkú. Nyugtatta meg aggódó mamáját Sünsimi. Légy éber és siess haza, búcsúzott Süni mama az első hosszabb útjára induló kisfiától. Süni az utolsó szavakat már nem is hallotta, mert a galagonya bokor felé igyekezett. Ott tartotta első pihenőjét, hiszen még rövid úton is kifáradt, így hát jól esett megállni és gyönyörködni a föléje hajló bíborló ágakban. Hamar kifújta magát és tovább sietett. A mezőn még jobban megszaporázta lépteit. Nem szerette volna, hogy belőle váljék vacsora, amikor éppen ő vállalkozott arra, hogy életében először beszerezze családja estebédjét. Az öreg vadkörte békésen pihent a szürkületben. Kis lámpásokként világítottak elő a fűből az érett vackorok. Simi gyorsan bevacsorázott az édes csemegéből, de azért nem feledkezett meg arról sem, amiért jött. Ügyesen hempergett egyet a terített asztalon, s így tüskéire tűzte a család vacsoráját is. Hazafelé, a mező szélén pihent pár percet a kék iringók közti búvóhelyen. Nagyon kedvelte az éjszakába már beleolvadó hamvas kék virágokat, akik szintén töviseikkel, pikkelyeikkel védik meg magukat. Szervusztok, süni virágok! Búcsúzott Süni az iringóktól, akiket ő így nevezett. Sietek, mert nagyon várnak otthon. Süni mama már idegesen nézegetett a terebélyes galagonya irányába. Végre megpillantotta Süni fiát, aki vackorral megrakodva érkezett haza első élelemszerző útjáról. Boldogan ugrálták körül élelmes testvérüket a süni gyerekek. Simi is velük ugrált, s csak úgy potyogtak le róla a kásás vackorok.